Jelenleg teljes kihasználtsággal működik a Moson-Magyaróvári hajléktalan szálló. A 43 férőhelyes intézmény lakói különböző okok miatt kerültek utcára és a szállóra. Közülük a legtöbben már idős emberek. Cseh Judit elmondta, több terv is lenne az intézmény bővítésére, amit a város is támogatna, ám ehhez még különféle pályázati forrást kellene találniuk. 43 fős átmeneti szállóval rendelkezik. Moson-Magyaróvár jelenleg telt ház van, tehát most a női se férőhelyünk nincsen a szállón. Aki ilyenkor kerül utcára, annak november 1-től 2x4-5 fős konténer az, ami rendelkezésére áll az intézmény kapuja előtt. Éjjeli menedék helyett jelenleg nem működtet a város, helyette kifejezetten életmentés céljára működik ez a két konténer. Este 6-tól reggel 8-ig lesz nyitva november 1-től, nappali melegedőbe pedig igénybe veheti a szolgáltatást bárki, nyitvatartási időben 7-től 7-ig, tehát tisztálkodás, mosás, étkezés, főzési lehetőség az bárkinek a rendelkezésére áll, ugyanúgy télen is, mint egyébként egész évben. Idén május környékén teltek meg teljesen az intézmény szobái, ám a szakmai vezető elmondta, ennek ellenére érdemes beadni a jelentkezést azoknak is, akik számára jelenleg nincs ágy, ugyanis a folyamatos kapcsolattartás segíti a munkájukat, ráadásul üresedés esetén azonnal értesíteni lehet őket a lehetőségről. Annak, aki az átmeneti szálláson kap helyet, annak hát egyrészt nyilván egyfajta életvitelszerű szállást nyújtunk, annak minden hozadékával együtt, tehát főzési, mosási, tisztálkodási lehetőség, ágynemi biztosítás, adományokból értelemszerűen részesül. Ezen kívül szociális munkát, jelenleg 4 fő szociális munkásunk van, akik segítenek álláskeresésbe, mentális problémák megoldásában, segítünk hát betegségtől függően, de azért a szenvedélybetegség szinte mindig ott van a háttérben, próbálunk ellátást szervezni, egészségügyi ellátás hozzájutását megszervezni, tehát igazából egy egész átfogó életviteli segítségnyújtást próbálunk megszervezni. Dr. Árvai István elmondta, vannak kirívó esetek is, amelyekről mind a városvezető, mind a hajléktalan szálló munkatársai tudnak. Ugyanakkor, mivel segítséget nem fogadják el, sokszor nem lehet velük együttműködni. Általában szabadelvű emberek, akik nem olyan módon gondolkodnak erről a dologról, mint mi vagy mások, de vannak, akik kényszerek okán kénytelenek elfogadni ezt a fajta ellátási formát, mert valamiért nem tudták fenntartani a lakásukat, nem is szoktak hozzá közterületi hajléktalan léthez, hanem egyszerűen hajlék nélkül maradtak. Ők minden további nélkül fel tudják venni az intézmény házi rendjét. A baj azokkal van, akik évközben ahhoz szoktak hozzá, hogy ők partizánkodnak a erdőkben, közterületeken, egyéb más dolgok helyeken. Ismerjük egyébként a búvóhelyeket, és nem szívesen mennek közösségbe, nem szívesen vállalják azokat a kötöttségeket, hogy nem iszunk, esetleg kis munkát is végezni kell a ház körül. Ők ezt nem hajlandók felvenni, hanem rendetlenskednek a Magyar utcán, nem mondok neveket most, mert mindenki ismeri ezeket a históriákat. Őket azért, hogy mondjam, nehezebb intézményi keretek között kezelgetni. Hát nekik van az a konténer, hogy meleg van, bemehetsz, aludhatsz, meg nem fogsz fagyni, megkapod az élelmedet, de ennél többet ugye nem is sokszor hajlandó elfogadni. A hajléktalan szálló örömmel fogad minden nemű ajándékot, felajánlást, amivel az intézmény munkáját lehet segíteni. Tisztálkodószerek, törölköző, paplan, használt ruha, vagy akár csak tartós élelmiszer, minden apróság jól jön, mondta el a szakmai vezető.